Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2019. szeptember 16-án, este 7:30-kor. 30. Kalocsai Paprika Fesztivál. Több ezer embert vonzott a jubileumi rendezvény. A TEK állított elő egy férfit Kalocsán, a gyanú szerint Holt párját zaklatta. Magabiztos győzelem az első fordulóban. Hazai pályán tarolt a KKC. Koncertek, bemutatók, fellépések, főzőversenyek és néptánc. Rendkívül színes és változatos volt az idei 30. Kalocsai Paprika Fesztivál. Több ezer ember látogatott ki az érsekkertbe a hétvégén a jubileumi eseményre. Pénteken délután az érsekkert szabadtéri színpadán tartott ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a 30. Paprika Fesztivál. Az ünnepi beszédet dr. Nagy István, agrárminiszter mondta, aki Kalocsa kincseit éltette. Kalocsa az egy fogalom. Kevés olyan magyar város van, ahol két olyan dolog is van legalább, ami Hungarikum. És Kalocsa az egyik. És én azt hiszem, hogy pontosan igazolja mindazt, hogy ebben a városban mekkora értékek vannak. Hiszen az, hogy akár a hímzésre, öltésre, akár magára, paprikára hivatkozhatunk és hagyatkozhatunk, az egy nagyon nemes örökség. Ezt követően dr. Mészáros István prépost kanonok módot köszöntőt a megjelenteknek. Jegyeznek bennünket a kulturális örökség kategóriában is, kalocsai népművészetként, konkrétan az írás, a hímzés és a pingálás lett nevesítve. Persze, a sort mi magunkban kiegészítjük a viselettel és a tánccal is. Mekkora lehetőségek ezek, amikkel nem gazdálkodunk jól. Dr. Mészáros István prépost kanonok magasztos beszédét követően Font Sándor, országgyűlési képviselő és dr. Bálint József polgármester is köszöntötte az ünneplőket. Az emelkedett hangulatú ünnepi megnyitó után folklor bemutatón vehetett részt a közönség. Az este további részében a koncertező zenekarok váltották egymást a színpadokon. A jubiláló Paprika Fesztivál szombati napja az érsekkellőn a Bográd színpadon a főző versenyek megnyitójával indult. Míg készültek az ízletes ételek, addig a zenekarok szórakoztatták a megjelenteket. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, így volt ugrálóvár és számos körhinta. A nap további részében a koncertek sora vette át a főszerepet. A Paprika Fesztiválról készített hosszabb összeállításunkat megtekinthetik e heti Mindennapjaink című magazin műsorunkban. Közel 100 csapat, illetve baráti társaság döntött úgy, hogy a jubileumi fesztivál keretében megmutatja főzőtudományát. Volt olyan egység, amelyik a 23. paprikás ételek főzőversenyének fődíjáért, volt olyan, amelyik a 6. kalocsai szürke marha pörkölt főzőverseny trófeájáért ragadott fakanalat, de akadt olyan csapat is, akik egyszerűen csak a jó hangulatért és a finom falatokért települtek ki az érsekkertbe. Szeptember 14-én szombaton délelőtt került sor a Paprika Fesztivál főzőversenyeinek ünnepélyes megnyitójára. Ekkor már izgatottan készültek a csapatok sátraikban, hiszen a fődíjak megszerzéséhez a tökéletes étel megalkotása mellett fontos szempont volt a főzőhely higiéniája és a megjelenése is. A zsűri tagjai ezt már a verseny kezdetén szigorúan ellenőrizték. Hála jó Istennek, nagyon sok alkalma voltam, majd a Kajsa Paprika főzős el tudom mondani, hogy finomabbnál finomabb ételek vannak évről évre, sokkal kifinomultabbak az ízek, úgyhogy érdemes eljönni, szinte már nemzetközivé vált ez a verseny, és nagyon látogatott, és remélem, hogy sokáig így marad. A csapatok sokféle alapanyaggal és technikával dolgoztak a délelőtt folyamán, amelynek az egyik oka talán az lehetett, hogy nagyon különböző településekről és tájegységekről érkeztek a résztvevők. Itt voltak például testvértelepüléseink csapatai, de sok rutinos főzőversenyző egységgel is találkoztunk. Nem csak barátkozás van ilyen versenyeken, hanem úgynevezett szakmai továbbadás is, és ilyenkor ugye a nagymama 100 éves sublottjából előkerülnek olyan receptek, amikor mink is olyan sok érdekeset látunk, mi is olyan sok érdekeset tanulhatunk. És én azt hiszem, hogy ezek a csapatok, akik már az országban valahol tanúbizonyságot tettek, hogy kell főzni jó ételt. Itt egy kicsit szakmai kihívásként hívom meg őket, hogy gyertek el, mutassátok meg, hogy kell a tűzpiros
kalocsai paprikával bánni. A 6. kalocsai szürkemarha pörkölt főző versenyben az orvosi ügyelet csapata nyerte el a vándorkupát, a 23. paprikás ételek főzőversenyének fődíját pedig a Haris Team érdemelte ki. A titkos összetevőket szerintem senki nem árulja a másiknak. Apró fortélyok vannak, olyan nagyon nagy különbségek nem lehetnek. Én azért néztem a többi ételt, nagyon kiváló szürkemarha pörköltek készülnek. Talán itt egy kicsit a tálaláson lehet javítani, egy kicsit a díszítésen, a köreten, ami különlegesség. Én is egy nagyon különleges köretet terveztem hozzá, egy erdélyi köret lesz az a neve, hogy bálmos. Ezt itt nagyon itthon még nem is ismerik, bárkinek mondtam, mindenki meglepődve nézett, hogy ilyen egyáltalán létezik-e. Ezek azok az apró dolgok, amivel szerintem egy kicsit úgy a célba be lehet esni a többi előtt, de nagyon-nagyon egyforma szokott lenni a mezőny. A fesztiválról és a főzőversenyről további részleteket tudhatnak meg a szeptember 18-ai Mindennapjaink című magazin műsorunkból. A hagyományoknak megfelelően idén is a Paprika Fesztiválon osztották ki a pécsiné Ács Sarolta díjat. Dudás Szilvia néptáncpedagógus és Vén Ferenc néptáncos lett a díjazott. Rövid laudációt követően léphettek a díjazottak a színpadra. Vén Ferenc, úgy gondolom, hogy a neve, mivel édesapja a népművészetmestere volt idősebb, Vén Ferenc, és 11-12 éves kora óta már a csizma, a táncos csizma a lábán van, úgyhogy ő nagyon méltó erre. Illetve díjazni szoktunk oktatókat is, és az idén is ilyenre is sor kerül. Dudás Szilvia lesz a másik díjazott, aki már 96 óta Kalocsán él, és több száz gyereknek oktatta a kalocsai marsot. Farkas Tibor szobrászművész kalocsai lányfejet ábrázoló alkotását Bolvári Andrásné, a népművészetmestere pingálta ki. 1991-ben alakult meg a Kalocsa Népművészetért Alapítvány, és ekkor kb. 50 táncos pénzéből, tehát ők adományoztak, és utána 1996-ban Bence Éva néni javaslatára alakították meg a pécsini Ács Sarolta díjat, mindig azoknak, minden évben, akik az elmúlt évtizedekben nagyon sokat tettek Kalocsáért, Kalocsa népművészetért, nem csak Kalocsáért, illetve hanem Kalocsa és Kalocsa környékének népművészetért. Augusztus közepéig lehetett javasolni erre a díjra személyeket vagy szervezeteket. Most 5 jelölés érkezett. Úgy döntöttünk, hogy mivel úgy látjuk, hogy mindenkinek nagyon-nagyon fontos ez a díj, tehát én úgy gondolom, hogy rangja van ennek a díjnak, és akkor lesz rangja, hogyha ezekből az 5 jelölésből egy rangsort készítünk, és csak 2 minden évben, aki megkaphatja ezt a díjat. Eddig 58-an vehették át a díjat, így most 60-ra nőtt a pécsini Ács Sarolta díjasok száma. A terror elhárítási központ műveleti egysége fogott el egy férfit a hétvégén Kalocsán. A tekkesek lezárták a Híd utcát az akció ideje alatt. A férfi a gyanú szerint volt párját zaklatta és videófelvételekkel zsarolta. A gyanúsított engedélye tartott önvédelmi maroklőfegyvert. Bilincsben hátraszorított kezekkel vezetik el a fajszi férfit a tek felvételein. Így zajlott a terror elhárítási központ műveleti egységének akciója pénteken Kalocsán. Egy 50 év körüli fajszi férfit állítottak elő a tekkesek, akit zaklatás büntet és kapcsolati erőszak büntet elkövetésével gyanúsítanak megalapozottan. A férfi a rendelkezésre álló adatok alapján 2017 nyara óta volt élettársát, több alkalommal bántalmazta, még kapcsolatuk ideje alatt is. Továbbá a szexuális együttléteikről titokban videófelvételt készített, és ezen felvételek felhasználásával fenyegette meg, csak hogy vele maradjon. Szakításukat követően volt élettársát titokban megfigyelte, követte és zaklatta. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy a férfi engedéllyel tartott önvédelmi marok lőfegyverrel rendelkezik, ezért a szemét a terror elhárítási központ műveleti egysége fogta el városunkban. Az önvédelmi fegyvert a kalocsai nyomozók lefoglalták. A kalocsai rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek a gyanúsított letartóztatásának indítványozására. Kerámia égetés, korongozás és többek között ékszerkészítés várta mindazokat, akik ellátogattak Kovács László fazekas mesteralkotóházába. A Paprika Fesztivál kísérő rendezvényeként, mint ahogy az elmúlt években, most is látványos és érdekes kézműves programokkal készültek a műhelyben. Nyüzsgő élet volt a hétvégén a Kunszt utcai fazekas alkotóházban is. Az igazán lenyűgöző kertben szép számban fordultak meg a látogatók, hiszen több állomáson lehetett egy kicsit megpihenni,
vagy belefolyni a munkálatokba a kézművesek irányítása mellett. Kristóf Mártika, Tiszakécskéről ismerjük, a Kékmadár Fesztiválon is találkozhatott már velük a kalocsai közönség, aztán Balcsikné Ibolyka jött Kecskemétről a szőtteseivel. A bemutatót Helgának a húga madár Olga tartja, a tűzománc mesterséget, és az ő gyermekei, akik itt a korongozást már kipróbálták, de csinálják itt a tűzománctól kezdve mindenféle más mesterséget is. És itt van még Kiszalpáról az egyik kosárfonónk is. Mióta az érsekert ad helyet a város legnagyobb rendezvényének, azóta az alkotóház is folyamatosan fogadja e két nap alatt a látogatóit. Reggeltől estig tényleg jönnek az emberek, és különösen arra csodálkoznak rá, hogy még léteznek ilyen hagyományos mesterségek. Hát a fazekas mesterség érdekli leginkább az ide belátogatókat. A mai napnak egyébként egy nagy érdekessége, hogy begyűjtöttük az udvari fáskemencét is, amiben a nyári gyerektábornak a kerámiáit égetjük ki, és majd este várjuk 8 óra környéken a szülőket a gyerekekkel, hogy lássák is, hogy ízzik a kerámia. Kalocsán ez az alkotó műhely egy igazi kincses láda, mely olyan értékeket őriz, amit meg kell mutatni a nagy közönségnek is. A kézműves foglalkozások mellett a bemutató teremben kialakított kiállítás is meg lehetett tekinteni. Úgy gondoltam, hogy ennyivel tudok hozzájárulni ahhoz a választékhoz, kínálathoz, amit ilyenkor Kalocsa a Paprika Fesztivál alkalmából nyújt. Nyilván a városba jövő turisták vagy érdeklődők számára is se mindegy az, hogy mit fedeznek föl Kalocsából, ezért gondoltam, hogy ez egy jó dolog lehet. A Fazekas Alkotóháza tervek szerint legközelebb decemberben tartja meg a hagyományos karácsonyi kiállítását, és a jövő esztendőben is számos rendezvény várja majd itt az érdeklődőket. Megkezdődött a szezon a Kalocsai Kézilabda Klub számára. Szombaton az ifi és a felnőtt férfi kézilabdások is győzelemmel mutatkoztak be a bajnokság első fordulójában. Győzelemmel kezdte a szezont a KKC férfi részlege. Szombaton az ifik és a felnőttek is pályára léptek a bajnokság első fordulójában, méghozzá hazai pályán és nem is akármilyen eredménnyel. A fiatalabbaknál a második félidő hozta meg a sikert, a felnőttek azonban magabiztosan uralták végig a mérkőzést. Nagyon örülök, úgy gondolom, hogy a videóelemzés alapján jól fel tudtunk készülni. Arra készültünk, hogy ennek a siklósnak a védekezése ez a tagozódásra, a fellépésre épül. Ez azt jelenti, hogy voltak a kilépők mögött területek, voltak lehetőségeink a befutásokra, a keresztmozgásból továbbjátékokra és a vonalon a beálló megjátszására. Kolics együttesének sikerült tehát maximálisan felkészülnie az ellenfélből, a 36-25-ös végeredmény pedig önmagáért beszél. A két gárda között, ami szembetűnő volt, az az erőnléti különbség. Már az első félidőben ez kiütközött, a másodikban meg egyértelműen. Nagyon örülök ennek a győzelemnek. Hát a jövő héten egy nagyon nehéz ellenfél lesz, szembe kell megbízni a csatát. A jövő héten ugyanis Barcsra utaznak a fiúk a Szatelit Ese Somogy-Tarnóca otthonába, ahol egy kemény összecsapásra számítanak Kolicsék. Pécsről igazoltak 3-4 játékost, vannak idegen légiósai Horvátországból, nagyon nehéz mérkőzés lesz. Az idegenbeli mérkőzés után hazai pályán legközelebb 28-án játszanak majd a fiúk a Pécs ellen. Ezen a napon egyébként a lányok is pályára lépnek a városi sportcsarnokban a bajnokság második fordulójában, hiszen ők idegenben kezdik meg most hétvégén majd az őszi szezont. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Ne feledjék, adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!